Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszobát látják, Deli Kinga vagyok. Kiállítással ünnepelt a 25 éves Tolna megyei Népművészeti Egyesület. Az Igen, Igen, a Nem, Nem. Jazz Pop Rock Fesztivál, a nyertes bejutott a Kárpát-medencei döntőbe. Cseh Gábor képei a Művészetek Házában. Túl minden határon címmel tartott előadás Vujic Trutko. A Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont a fennállásának 25 éves évfordulóját ünneplő Tolna megyei Népművészeti Egyesület jubileumi kiállításának. A civil szervezet célja az alapítás óta, hogy a hagyományos népművészet értékeinek megőrzésén és továbbadásán dolgozó alkotókat segítse. Az alapító elnök Csúcs Endre fazekas véleménye szerint országosan nagy szükség lenne a szakmai kontrollra a kézművesek számára, annak érdekében, hogy a tiszta forrás elemei megmaradjanak az alkotásokban. Bolond volnék, ha búsulnék, bánkódnék. Tolna megye rendkívül gazdag kézműves hagyományokban, és miután több kísérlet is volt az alkotók összefogására, megalakult az Egyesület. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Akkor Csúcs Endre fazekast bízták meg a civil szervezet vezetésével, aki az első három esztendőben tett lépéseket a népművészetet követő alkotók értékeinek védelmében és szakmai képzésének érdekében. Az egész életemben, mármint amikor elkezdtem kézműveskedni, akkor nagyon érdekelt a kézművesek sorsa, és ebből adódóan én ezt elvállaltam. 3 évig csináltam, aztán átadtam olyanoknak, akik ehhez jobban értenek, mert azért megváltozott a világ, és én fazekas létemre kevés voltam ahhoz, hogy egy egyesületet elvigyek. Úgyhogy 3 év után úgy lemondtam, és azóta bizony szépen fejlődik az egyesület, és elég szép eredményeket ért el. Igazából ami egyetlen dolog, ami bánt, és amit úgy érzek, hogy nem sikerült megvalósítani, az egy egy kézműves ház, egy alkotói ház, ahova össze lehet hozni minden szakmát, és ahol be lehet mutatni azt, amit így egyébként évente egyszer megmutatunk a közönségnek. A jubileumi kiállítás megnyitójában Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a megyei koncepciókban kiemelkedő szerep jut az értékek megőrzésének, számos rendezvény és programsorozat is jelzi a megye elköteleződését ebben a körben. Komjáti Tamásné az egyesület elnöke úgy látja, egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy megtanulják az ősi mesterségek fogásait. A szervezet vezetője azt mondja, túl kell lépni azon, hogy a tevékenység csupán az értékmegőrzést szolgálja. Az egyesületünk tagsága 105 fő, viszont el kell árulnom, hogy nagyon idősödik a tagságunk, tehát nagyon sok a 70 év fölötti tagunk, ezért nem is mindenki tudott jelen lenni ezen a kiállításon, de végül is tudtuk reprezentálni azt a fajta gazdagságot, amit a megye képvisel, tehát itt a Sárközési, Jóagárdi, Kaposmenti kezdve minden tájegy, székely festékeseket, székely vászonszötteseket be tudtuk mutatni, sőt a német nemzetiségieknek a pacsker viseletétből is tudunk reprezentálni a kiállításon. Azon munkálkodunk egyébként, hogy visszatanítsuk a fiataloknak azt a fajta technikai, technológiai tudást, amit egyébként a tagjaink birtokolnak. Ez most a vírushelyzet miatt is elég nehéz, meg egyébként is elég elfoglaltak a fiatalok, úgyhogy mindenféle módszereket próbálunk alkalmazni ahhoz, hogy a fiatalokat megszólítsuk és a tudásunkat átadjuk. Ennek érdekében szervezünk 2 évente országos gyerek és ifjúsági népi kézműves pályázatot részükre, ami egyébként majd decemberben itt is látható lesz Szekszárdon, ugyanebben a teremben. Csúcs Endre fazekas, a szervezet alapító elnöke, az országban folyó tevékenység kapcsán úgy látja, a kézművességre ráférne a folyamatos szakmai kontroll. Én azt látom, és mivel nyugdíjasként az internetet nézem, hogy gazdátlan a kézművesség, esztétikailag gazdátlan. Tehát olyan
ferde utakon járnak kézművesek, mivel legtöbb kézműves nem szívesen fogadja el azt, hogy őt véleményezzék. Ebből adódóan, ami a Népművészeti Egyesületnél komoly munka volt, az, hogy mindig zsűriztettünk. És ez egy minőség, akárhogy is vesszük, van akinek tetszik, van akinek nem, de itt, amikor kijönnek, vagy eljönnek a pestiek, akkor elcsodálkoznak azon, hogy itt milyen anyag kerül elő. Ez kimondottan pozitív. Én azt hiszem, hogy a kiállítás is azt mutatja, hogy azért nagyon kevés egyesület tud felmutatni annyi jó alkotót, mint ami itt a Tolna megyében van. Sajnos a fiatalok azok nem annyira szeretnének elbíbelődni egy-egy dologgal, úgyhogy ez nehéz lesz összeszedni annyi fiatalt, hogy tovább vigyék az egyesületet. Pálffy István a közelmúltban megjelent könyvéről tartott előadást a Garai János Gimnázium dísztermében. Az író úgy nyilatkozott a könyv legfontosabb üzenete, a kereszténységünk és a magyarságunk megvallása, és hogy aszerint is éljünk. Az 1905-ös francia egyházügyi törvény az kimondja, hogy az állam semmilyen értelemben nem támogatja az egyházakat. A Léleképítő sorozat legújabb meghívott vendége Pálffy István volt. Az előadó eredetileg építészmérnökként dolgozott, majd 10 éven keresztül a Magyar Rádió riportere, szerkesztője volt. Dolgozott televíziókban, volt KDNP-s képviselő és dublini nagykövet is, és mindeközben számos könyvet írt. Több megjelent kötete szólt gasztronómiáról, gasztroturizmusról. Eltérve az eddigiektől, új témát feszeget legújabb megjelent könyvében, ami az Igen, igen, a Nem, nem címet viseli. A kereszténységről és a magyarságunkról szóló gondolatait vetette papírra az író, köntörfalazás nélkül kimondva véleményét. Erről is szólt az előadás a Garai János Gimnázium dísztermében. Az Igen, igen, a Nem, nem, az egy egyértelmű bibliai idézet. Ugye Jézus mondja a hegyi beszédben, de nem is ez a lényeg, hanem nagyon lényeges persze, csak nem ez a lényeg, abból a szempontból, hogy azt hivatott kifejezni, hogy ki kell mondani a dolgokat fehéren, feketén, nincs mismásvalás, nincs össze-vissza beszélés, nincsen duma, hanem az van, ami van, tények vannak, semmi más. Viszont az összefüggéseket látni kell, és ez a könyv, meg ez az előadás is egy kicsit arról is szól, hogy mik ezek az összefüggések, hogy milyen összefüggések vannak Európa múltját, jelenét, és hát persze a jövőjét illetően, és ez az, amire rámutat az előadás, hogy bizony sokszor, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy Európa az teljes mértékben a miénk, 100%-ig oda tartozunk, hogy ott nekünk nagyon jó lesz, gazdagság, béke, nyugalom vár ránk, csak közben észre kell venni, hogy Európa sose volt ilyen, mindig nyugtalanság, békétlenség, szegénység és persze extrém gazdagság jellemezte, úgyhogy figyelembe kell venni a történelmet, a történelem sok mindenre megtanít bennünket. A könyvet az életpályáján szerzett tapasztalatokból levont következtetések ihlették meg. Itt arról van szó, hogy az a történelmi érdeklődésem, ami mindmellett ott volt, hogy gasztronómiával, étellel, itallal, televíziózással és minden egyébbel foglalkoztam, megérett olyan mértékben, hogy ezzel szeretek igazából foglalkozni. És hogyha az ember fölismer összefüggéseket, akkor utána egyre érdeklődőbben néz mögéjük, és próbálja meglátni, hogy mi a dolgok mozgatórugója. Pálffy István azt is elmondta, hogy ez a könyv csupán az első kötete annak a sok gondolatnak, ami foglalkoztatja, és úgy gondolja, lesz még folytatása, hiszen az élet mindig tárcán kínálja azokat a helyzeteket, amiknek a megírását fontosnak tartja. Személyes tervem nincs. Úgy látom, hogy egyre inkább a világnak van terve velünk, márhogy emberekkel. A legjobb lenne azt elkerülni, hogy kísérleti alanyok meg kísérleti nyulak legyünk,
mert hogy a világnak, meg Európának, különösen az Európai Entitásnak, tehát az Európai Uniónak, Bizottságnak, és az Európai Uniót vezető politikának ilyen tervei vannak velünk, tehát ezt el kéne kerülni. És a személyes terv az, hogy ezt egyértelműen leírjam, letegyem ugyanúgy olyan világosan, ahogy az Igen, igen, a nem, nem című első kötetben van, mert hogy ezt követni az a második követi is majd, amelyik még várat magára. Pálffy közelmúltban kiadott könyve több száz oldalon önálló, de gondolatmenetét tekintve egymáshoz szorosan kapcsolódó kereszténydemokrata szellemű írásból áll. Mil Pazos együttes nyerte a 24. Jazz Rock Pop Tehetségkutató Fesztivált a Csengei Központ színpadán. Az első három helyezett fellépési lehetőségeket, értékes nyereményeket, pénzjutalmakat kapott, a nyertes pedig részt vehet a Kárpát-medencei döntőn 2022 őszén. A csengei színpadán Pakson egymást váltották a fiatal tehetséges zenekarok. 53 formáció jelentkezett előzetesen a Jazz Rock Pop Tehetségkutató Fesztivál paksi helyszínére. Közülük a zsűri 13 csapatot válogatott be, akik a színpadon is megmutathatták élőben magukat. Végül 12 érkezett meg a helyszínre. Idén is egy színvonalas rendezvény tehetségkutató volt, a 24. Országos Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál. A zsűri szerintem örülhet, mert mindenféle zenei irányzat megmutatkozott. A fúziós metától, a poppon át, a latinos stílus, volt rebetétes formáció is, úgyhogy azt gondolom, hogy színes paletta volt, aki ide érkezett hozzánk. A technikára idén sem lehetett azt gondolom panaszkodni, a hangtechnikusaink minden alkalommal abban a röpke beállásban, ami idejük van, megteszik, amit meg lehet, és utána a zenekarokon van a fény és a központ, hogy na akkor most ti is azt, amit hallhattunk tőletek esetleg stúdióverzióban, hogyan játszátok el élőben. És helytáltak, azt kell mondanom. A Jól bevált csapatot ne változtass címmel szoktunk nekiindulni a szervezésnek, Hufferivel és az egyesületi tagokkal együtt. Most ebben az esztendőben egy új zsűritagot is köszönhettünk, Lukács Péter, Lukács Petter személyében, egy nagyon elismert gitárvirtuóz, gitáros. Sokan ismerhetik a Bikini Együttesből is, ott is sok éve zenél már. Ő egyébként Tóth Viktor, paksi jazzzenész helyett érkezett a zsűribe, mert Viktort is megkérdeztük idén, nem volt éppen alkalmas, mert máshol van koncertje és máshol kell teljesítenie. Úgyhogy Peta ült be, ő volt a hatodik zsűritag, de ugyanúgy Belki Tamás volt a zsűri elnöke, mint az előző esztendőkben, Sárdi Barbara az egyetlen női tag, illetve Pap Gyula bácsi is itt volt szerencsére, és Andrássy Kremó, a Hangszeresek Országos Szövetségének vezetője, valamint Lombos Márton, dalszövegíró, zenei újságíró és zenei műsorok vezetője az, aki elmondta a véleményét a produkciókról. Ők egyébként találkoztak már itt is olyan zenekarral, akiket korábban is már zsűriztek, így van ilyen összehasonlítási alapjuk is, úgyhogy, de mindenképp kell, hogy, és nem probléma, hogy például akár a SED együttes is múlt évben is megmutatkozott Pakson, bemutatkozott idén is, illetve hallhatta már őt a zsűri máshol is. Tehát kellenek a visszajelzések, kellenek az, hogy mit tudnak beépíteni a produkciójukba, jövőre mit tudnak kamatoztatni ebből, és hogy tudnak felfele-felfele törni az amatőrségből, a jó értelemben amatőrségből a profi szintű előadásmódig. A Monori Plus Bass zenekar két éve játszik együtt ebben a felállásban. Hát rólunk azt kell tudni, hogy ilyen picit ilyen fura maga a műfaj, hogy ilyen alternatív rockos témák keverednek valahogy a pop rockkal, poppánkkal, meg imittam ott néha metázni le is, de az csak így ilyen kis ízelítő jelleggel. Amit hibának látok magunkban, azt hozták fel a zsűri is, hogy picit még ilyen, így fogalmaztak, hogy kilométerhiányos, és ez igaz is, mert ilyen formációban még viszonylag keveset koncerteztünk, még úgy a színpadi koreográfia az még keresi magát.
igyekszünk, de az jó esett, hogy tényleg csak abba kötöttek bele, vagy nem belekötöttek, hanem arról fogalmaztak meg kritikát, amit én is kritikusnak éreztem. Kérdezem, mi lett téged, mintha nem te lennél, lyuk a téged, a cigi, a füst mögül jössz elő. A szemedben látom, ott a végzet, tudtam már előre az egészet, elrontották a csillagot. A SED zenekar 2017-ben alakult, ők már visszatérő csapat Pakson és más tehetségkutatón is. Jellegzetes 2000-es évekbeli, 90-es évek végébeli ilyen magyar altert játszunk, tehát hogy ahogy mondták is Kispál, és 30-20 után szabadon próbálunk utat törni így most a 10-20-as évekbe igazából, tehát stílusok talán ilyesmi, picit olyan garázsrokkos talán, valami ilyesmi. Mai nap pedig szerintem abszolút jól sikerült, mi fönt a színpadon nagyon jól éreztük magunkat, tehát hogy jót zenéltünk, már nagyon akartuk, hogy kizenéltük magunkat, és igazából szerintem úgy kritikát nem is kaptunk, tehát csak szépeket mondtak, és még jó tanácsokat inkább, nem kritikákat, hanem jó tanácsokat, ugye, hogy jó lenne még egy gitár, amit a Remo mindig elmond, meg még valami volt, hogy azt is inkább jó tanácsnak vettem, hogy nagyon hasonlít tényleg a 30Y-ra, és valószínűleg jobb ötlet picit úgy eltávolodni ettől. Te minket nem választ, semmi, te vagy a szerelmem és az egyik. Váltom rád, én mindig váltom rád, tudtam, hogy te leszel az életem. Mikor ott megláttad már, akkor tudtam jól, hogy te leszel a mindenem. A Mil Pasos nyerte a 24. Jazz Rock Pop Tehetségkutató Fesztivált a Csengei Központ színpadán, így ők részt vehetnek a Kárpát-medencei döntőn 2022 őszén. Az első három helyezett fellépési lehetőségeket, értékes nyereményeket, pénznyutalmakat kaptak. Hosszú idő után újra Cseh Gábor festő képeiből nyílt kiállítás a Szekszárdi Művészetek Házában. Az alkotó 4 év után tért vissza a megyeszékhelyre és mutatta be képeit, amelyeket mint eddig is szeretett város a Szekszárd inspirált. Lokálpatriótának lenni sokféleképpen lehet. Van, aki verset ír kedves városáról, van, aki a zeneszerzésben kap ihletet egy térség szépségeiből, és van úgy, mint Cseh Gábor, aki vászonra viszi mindazt, amit csodálatosnak lát. Ezt csináltam 65 évig, Szekszárd töltöttem, ezt csináltam, hogy sor utómódom, ezt csináltam, külföldről is hívtak, nagy dolog. Magyarországon én vagyok az egyetlen, aki saját városa történetét festi, és ezt én töltöttem, hívtak sokfele, de ez most bejött. 1965-ben volt az első kiállításon, meséli. Az akkori látogatók közül ma már alig él 1-2 ember. A kiállítás úgy jött, hogy magántulajdonban van 90% a képeknek, visszaadták. Hát ennyit nem tudok fest egyszerre. És most látom azért ez egy kis klub, aki szereti a művészetet, a városát. Van több száz ember, aki képekkel, még sajnos sok van külföldön ilyenkor, de egy szép. Leszűkítettem a Szekszárd utcákra, meg Gevencre, mert lehetetlen annyi témát. Tudom, sok mindent tásítottam, Siógárat, Mura, és össze tudtam szedni Szekszárdon, nekem külső messzírozni a képeket, és nagyon szépen összejött. Nekem Szekszárd az életem, mondja Cseh Gábor. Nem tudom megunni. És számos alkalom volt már, amikor egy-egy házra újra és újra rácsodálkozom. Ez hivatás. És rengeteget. Most elmentem 5 évig az Alföldön, éltem, ott anyavilágot festettem. Nagyon nagy nyomor, meg mindes egészség. Szép téma az, de alig vártam, visszajöjjek, ezt festem a Szekszárdon. Az én Szekszárdomat, tudod, ez az ilyen dolog. A legszebb, a régi dolog, ami még megvan. Most akkor annyira kell vigyázni, bontják a szurdikokat minden. Ki van állítva, egy szurdik van, a Szücsényi szurdik, nincsen kikövezve. Ott nőttem föl gyerekkoromban, a Remetek ápolna, ott játszottunk, hallatlan nagy dolog. Ez most kibetonozták minden, de én nekem, hát az életem ott jót csináltam, hogy eljöttem főiskolát, akkor kezdett a város lebontani. Lebontottak, elkezdték a bérházakat építeni, eltűntek a nádvedes tanyák. Utolsó pillanatban el tudtam festeni, lefotóztam. Van egy komoly 3000 diagyűjteményem, majd egyszerűen a városnak fogom hagyni, majd egy új iseknek, tudod?
és úgy tudtam. Hát jöttek oda Gabi bácsi, támogatottak az emberek. Nagypapát örököltem, hogy tanyán átépítjük a érdeké. Mondták ilyen például 80-ban. Kimentem, hogy gyönyörű nátadást anya. Lefogtam, megfestettem őket az első, segítettek, megmentettük bérházak vannak. Hát van nekem olyan utca részletek, hogy Szexáron városnak nincs fényképe róla. A Kiskadalka utcán levozott nekem 6-7 képen teste van a kicsi utcára. Mikor kezdtem szervezni, megijedtem, hogy fog olyan összeszedni a képek. Hát elvitték az unokák. Jött egy kislány, megálltott, nem tudom kicsoda, azt Gabi pársi, van ám kettő képünk. Nagypapák, meghaltak a nagypapák. Én örököltem a Gemencet, az öcsém meg a Szexádi utcát. Van két gyönyörű képünk. Nem tudom, így öröklik, viszik tovább. Ez a nagy dolog, Gabi az. Sokszor zikálják azzal, mi lesz vele, ha elfogy a témája, ha mindent megfestett Szexádból. A válasz meséli mindig ugyanaz. Sosem fogy el. Mert aki ismeri és szereti ezt a várost, mindig lát benne valami olyat, ami képre kívánkozik. A Babics utcáról legalább 14 képet festettem, de nem ugyanazt. Délelőtt, délután, ősszel, innen, onnan, konkrét példát elmondtam a tanítványaimnak. Arra mentem a múltkor, megálltam egy helyen, 12 képet csináltam, 25 év alatt. Innen a legszebb is nem vettem észre. Na, együtt fejlődik, látás volt. Ezt mondom mind a gyerekek. Nem hittem volna, hogy meg fogom onnan is festeni, tudod. De te is biztos voltatok így, hogy csináltuk, mert először, amikor kezdődött a gyerekkoromban, általános iskolában, akkor leakadt egy utca részletet festeni, akkor csak egy ház félt rá a vászorra, egy. Volt egy komoly tanárom a Bíró Károly, és ő mondta, fest majd, fiam, lesz idővel, majd szépen, amit akarsz, szépen belefér, csak meg kell tanulni a festvedélyen még. Hát így, óriási dolog, hogy még most is fejlődik az ember technikában. Jó, hogy kitaláltam ezt a technikát, sehol nem csináltam, Amerikában sem találkoztam vele. Tudom, hogy kitaláltam 70-es években, akkor hogy tudjam kifejezni a tanyákat, a rücskös, a sárt, ami... Szerintem kísérleteztem ki, hogy tírhatása legyen a képnek. Ecsette nem lehet így megfesteni. Itt volt Franciaországban egy művész, tapogatta a képeimet tavaly, kérdezte, ki vagyok, bemutattak, és így, hogy nem látott még ilyen, de hallatlan plastikai érzi, hogy mennyire jó. Megvan a világít, önállnyékot, mert tudod, és akkor megmutak döbbenve, így tapogatta. És kiderült, hogy a kézzelműszer főiskola igazgató volt Párizsban. Én nem ismertem, oda jött, és gratulált. Na, és ezt csinálom, ez a technikával, ezt azért találtam ki. Még egyszer nem tudnék egy képen meccsele másulni, mert hogy ráteszed a homok technikát, mindig más. Addig élek, mit tudok festeni, szóval én nekem azt mondom, nem öregszik, hát nem érzem. Amíg én tudok festeni, addig fogok élni. A népszerű televíziós riporter Vuj Trutko, akinek nem ritkán sokkoló erejű riportfilmjeit egy ország nézte lebilincselve a tévék előtt, hátrahagyva eddigi életét, 2020 őszén Hawaii-ra költözött. A földi paradicsomban önkéntes vadőrként dolgozik, mellette pedig előadásokat tart az Egyesült Államokban és hazánkban is. Szexárdon a Babits Mihály Kulturális Központban hallgathatták meg az érdeklődő Trutko Túl minden határon című kalandos utazásainak történetét. Vuj Trutko, horvát származású magyar író, újságíró, Magyarország népszerű televíziós riportere, a Pokoli és Angyali Történetek könyveinek szerzője, aki a médiában töltött éveit cserélte el egy nyugodtabb életre Hawaii szigetén. A szexárdi Babits Mihály Kulturális Központban tartott előadásán arról beszélt, hogy milyen az élet a szigeten, mit is jelent az ott élőknek az aloha érzés. Aloha az azt jelenti, hogy béke, nyugalom. Hawaii szótárban azt jelenti, hogy Isten lehellete. Tehát amikor Közép-Kelet-Európából, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, Közép-Kelet-Európából egy kicsit kiszakad az ember, és én például egy egykori tévériporter voltam Magyarországon, most teknősökre vigyázok egy Laie nevű városban, mint önkéntes vadőr, tehát hogy szeretném megmutatni azt, hogy mi az, hogy béke és nyugalom. Trutko egyszer csak úgy döntött, hogy miután megnézte a földi pokol meg annyi bugyrát, elköltözik a paradicsomba, ahol szabad idejében vadőrként teknősökre vigyáz egész nap. Az önkénteskedés mellett az Egyesült Államokban előadásokat is tart. Az Egyesült Államokban van 49, tehát 49 kontinentális állama van, és ami Amerikában van, és van egy, amelyik Óceániában van, ez Hawaii. Hawaii-on azzal sem foglalkoznak, hogy Amerikában mi van, nem hogy bárhol máshol mi lenne. Úgyhogy én az Egyesült Államokban tartok előadásokat. Vertigo Beyond All Borders, vagyis Vertigo túl minden határon. Azért én nagyon sok olyan helyen voltam, ami egy amerikai számára is
nehezen megfogható Észak-Koreában, vagy ugye hazakísértük a világ utolsó hadifoglyát, voltam Csernobilban többször, tehát hogy vannak olyan érdekes helyek, amik számukra is érdekességet jelentenek, tehát újságírás mondjuk úgy, hogy nem megszokott környezetben. Trutko azt is elmondta, hogy számára sokat jelent, hogy élményekben gazdag életet él, és ezt a benne élő kíváncsiságot szeretné továbbadni gyerekeinek is. Nekem egyetlen egy életem van, én nagyon kerülöm a luxust, én a hipermarketben vettem még a karórámat is, a repülőgép utolsó sorában ülök, mert az a legolcsóbb, mindig másodosztályon utazok, de amit én a gyermekeimnek szeretnék adni, azok élmények. Ezért jött el velem Barnabás Alaszkába, ezért lakunk most ott, ahol lakunk, ezért írok mindig arról könyvet, ahol éppen élek és amit megtapasztalok. Tehát én egy élmény alapú dolgot csinálok, és nekem nagyon nagy álmom volt mondjuk elmenni Észak-Koreába, vagy Csernobilba, úgyhogy én az élményeket szívom magamba, és hát izgalommal várok, mindig fölkészülök mindenre, tehát nem akarok hősi halottja lenni a saját riportjaimnak. Az előadás alatt nem csak Hawaii-t ismerhette meg a közönség, sok más kalandjáról is beszélt az egybegyűlt publikumnak. Mesélt a világ valaha őrzött legszigorúbb börtönéről, az Alcatrazról, ahol a retteget maffia főnök Al Capone is raboskodott, és még sok más izgalmas utazásáról, Honolulutól, Csernobilon keresztül egészen Kínáig. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!